itt megnyomorított gyerekekről van szó. Itt egy hihetetlen rosszul, hagyjuk azt, hogy alulfinanszírozott, mert könnyű erre mindent ráfogni, egy hihetetlen rosszul működő rendszerről van szó, amelyik családbarátnak hirdeti magát, kereszténynek hirdeti magát, egy olyan ügyről van szó, ami nem egy embernek a személyiség jogait érinti. Egy püspöknek ezt nyilvánvaló tudnia kell, egy református lelkésznek, egy átlag magyar állampolgárnak tudnia kell mérlegelni, hogy egy a milliókért, vagy milliók egyért ebben a helyzetben egy püspöknek tudnia kellett volna. Azon felül ő elismerte, hogy tévedett és hibázott. Elismerte azt, hogy nem volt elég éber és körültekintő. Sőt, Baló Zoltán saját szájával kimondta, súlyos politikai hibát követett el. Engem ezért 15 percen belül fegyelmi eljárás alá lehetne vonni a Református Egyházban. Hát így. Gyurcsány Ferenc podcastje. Hallgasd Spotify-on és YouTube-on.